Annyíregyházi települési értéktárban jelenleg 48 nemzeti érték szerepel, ezek gyűjtése 2014-ben kezdődött. A hosszú lista azt jelzi, a megyeszékhelyen színes és változatos a kulturális élet, ami a polgármester szerint indokoltá teszi, hogy időről időre elismeréseket kapjanak azok, akik ehhez hozzájárulnak. A Magyar Kultúra Napja alkalmából átadták a Krúdy Gyula díjat. Korábban más volt a díj elnevezés, de lényegében a kulturális életben kiemelkedő személyiségek kapták. Nagyon hosszú a lista, de igazából reprezentálja azt, ami Nyíregyházán történik, tehát a néptánc, a zene világától, a színházi élet, ami itt a mi városunkban igazán színvonalas. Az eddigi díjazottak közös jellemzője, hogy elkötelezettek a hagyományok ápolásában, de alkotó, újító közösséget is alkotnak. A Krúdy Gyula díjat olyan személy kapja, aki a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedik valamilyen kulturális, tudományos területen. Idén a Sóstói Múzeumfalu néprajzkutatója kapta az elismerést. Emögött a díj mögött 40 év munkája áll, és bevallom, hogy a Sóstói Múzeumfalu az első és egyetlen munkahelyem. Nagyon, nagyon boldog vagyok, és büszke vagyok arra, hogy részt vehettem a Sóstói Múzeumfalu építésében. Emellett a muzeológia számos területén ért el eredményeket. Több mint 20 nagy kiállítást rendezett, és önálló kötete is jelent meg a tirpákok hagyományos népi ételeiről, étkezési szokásairól és viseletükről. A leltárkönyvek tanúsága szerint pedig több ezer tárgyat gyűjtött össze a megye különböző településeiről.